Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. A Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg most következő műsorajánlónkat. Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazinműsorunk következik. Mai vendégünk Varga Nándor, az Ipari Park Kft. Ügyvezető igazgatója lesz, akivel az Ipari Parkban készülő beruházásokról fogunk beszélgetni. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Varga Nándor, a Karcagi Ipari Park Kft. Ügyvezető igazgatója. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, Andikát én is köszöntöm, és a tisztelt televízió nézőket is. Azt tudjuk ugye, hogy az Ipari Park az 1999-ben jött létre, 2001-ben megalakították az Ipari Park Kft.-t, annak azóta ön az ügyvezetője. Mi volt a köztes időben? Egy kis helyesbítés, én 2004-ben vettem 2004-ben. Át az ipari park működtetését, ami nagyon fontos időpont, hisz az első pályázat akkor került benyújtásra, az infrastruktúra fejlesztésére, melyből sajnos 4 pályázatunk megfelelt az előírásoknak, forráshiányra hivatkozva elutasították. 2007-ben sikerült először pályázatot nyernünk, ezt is olyan formában, hogy benyújtottuk a pályázatot, saját felelősségünkre elkezdtük a beruházást, hogy vagy lesz támogatás, vagy nem, de mindenképpen Karcagnak szüksége van az ipari parkra. Ez volt az a jelentős fordulópont, amikor a 99-ben önkormányzat által megálmodott ipari parkban ténylegesen is elkezdődtek a munkák. Miért volt szükség erre az ipari parkra Karcagnak? Tudják nagyon sokan a városban lakók, hogy a településen elhelyezett ipari üzemek, kisüzemek, közepes üzemek néha sajnos olyan forgalmat generálnak, nehogy Isten olyan zajhatással is vannak, ami az ott lakókat zavarják, ezért az önkormányzat egy településen kívüli részt, a vasút túloldalán lévő területet, természetesen a laktanyával együtt, ezt jelölte ki ipari területnek, hogy ide települjenek a vállalkozások. Mik azok a fontosabb momentumok, állomások, amelyeket az elmúlt, hát ha ön 2004 óta vezeti ezt a Kft.-t, akkor az elmúlt 8 évben elértek? Legelőször is az, hogy sikerült a gazdálkodásunkat megerősíteni. Ez köszönhető a tulajdonosok együtt gondolkodásának és megfelelő finanszírozásának. Ez nagyon fontos, mert a déli területen megvalósítottuk az infrastruktúrát, ott 23 hektár terület van ellátva teljes infrastruktúrával, a telekhatáron vannak az elérhetőségek, a gáz, víz, villany, szennyvíz, egyéb lehetőségek, tehát oda betelepülni szándékozó vállalkozók rögtön mindenhez hozzáférnek, nem kell nekik külön kiépíteni. Ezt a lehetőséget használta ki a PENI, a Kelet-Magyarországi Logisztikai Központjának megvalósításával, ahol jelenleg is átlagosan 240 embernek adnak munkát. Ebből 140 ember az, aki konkrétan bent az irodai
és anyagmozgatási munkákat végzi, 20 ember a biztonsági felügyeletet végzi, és 80 ember az, aki a kamionokkal, szállító járművekkel végzi a logisztikai tevékenységet. Mennyi hely van még ebben az ipari parkban? Hány cég tudna még oda betelepülni? És utána majd beszélünk részletesen a munkahelyteremtő beruházásokról. Ez az ipari park déli része, tehát a 4-estől a Bucsa felé eső rész, a laktanya és a benzinkút közötti terület. Ott 7,3 hektár területen van a Penny, 4 hektár a Zádor, a Kunsped Kft., valamint a Volán Zrt. Tulajdonában van, és további 13 hektár az ipari park tulajdonában van. De ebből 9,5 hektár területet már évek óta az Interbusiness bérli, ami azt jelenti, hogy olyan jellegű fejlesztéseket szeretnének ezen megvalósítani, ami további munkahelyek megvalósítását valószínűsítik, és reméljük, hogy ennek már idén is lesz valamilyen érezhető hatása. Most jelenleg hány cég, hány gyár építkezik, vagy nem is az, hogy építkezik, hanem tehát mik a tervek? Én jelen pillanatban legelőször is a Ipari Park Kft. Építkezik. Ez az építkezés nagyon fontos, a vasút és a 4-es közti területen infrastruktúra készül. 630 méter út, a hozzátartozó ivóvíz, szennyvíz, járda, térvilágítás és egyéb, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy betelepüljenek a vállalkozások. És amit kérdezett, jelenleg egy vállalkozásnak 5 hektáros területvétele idén megtörtént. Ez az elektronikai hulladékhasznosító Kft., amelynek jogerős építési engedélye van már. Most kapta meg december hónapban, és januárban kezdik a megvalósítást. Ez egy kiemelt kormánytámogatással megépülő beruházás, 3,5 milliárdos összegben. Ez hatalmas összeg, a város költségvetésének fél évi összege, és itt kezdésnek induláskor a próbaüzemnél körülbelül egy olyan 50-60 főnek, a későbbiekben pedig 150, két év múlva várhatóan olyan 200 fő részére biztosít munkahelyet. Mit tudnak arról, mikorra fejeződhet be ez az építkezés? A június 28-ai alapkőletételnél és kunszobor avatásnál elhangzott, hogy egy év a kivitelezési lehetőség, ezt most lényegesen le kell rövidíteni a tervezések elhúzódása miatt, és a pályázati elbírálás természetesen az is kicsit lassította a dolgot, de az üzemet magát júniusra szeretnék úgy felépíteni, hogy abban a próbaüzem elkezdődhessen, mivel olyan jellegű gépek kerülnek beépítésre, melyek Magyarországon jelenleg nincsenek, tehát a legkorszerűbb gépek, ezért egy 2-3 hónapos próbaüzem szükséges ahhoz, hogy minden hatósági hozzájárulás megtörténjen. Ekkor szeptember-október táján a teljes üzem beindulhat, az akkor már feltételezhetően majdnem kész állapotban lévő másik üzem mellett. Ha jól tudom, akkor másik ilyen beruházás is készülőben van. Igen, ugyanezen a területen épül egy műanyag feldolgozó üzem. Az Aquarius Aqua Albert Irsai gyártó sorának október 30-ai átadásán dr. Fazekas Sándor miniszter úr jelentette be azt, hogy meg fog épülni Karcagon egy PET-palack feldolgozó üzem. Ez azért fontos, hogy a műanyag nehezen bomlik le. Azt hiába rakjuk szemétbe, lehet, még nem tudjuk, de lehet, hogy 1000 év múlva is az a PET-palack még megmarad, hogyha eltemetjük. Ezért a környezetvédelem felkarolta és támogatja azt a lehetőségeket, hogy ezeket a palackokat újrahasznosítsák,
és ez a Aquarius Aqua létrehozta a Recipet Kft-t, amelynek a tervei jelenleg vannak engedélyeztetés alatt, várhatóan január első felében jogerős építési engedély lesz erre is. Vannak-e még újabb tervek? Természetesen további tervek is vannak. Egy üveghab gyártó céggel tárgyalunk, a tervek már részben elkészültek, és további tárgyalások vannak. Egyelőre hagyd ne mondjam el, hogy milyen cégekkel, hisz az volt a kérésük, hogy addig, amíg konkrét megállapodásra nem kerül sor, addig lehetőleg ne említsük a nevüket. Ha jól tudom, akkor újabb területet is vásároltak. Igen, ez nagyon fontos, hisz úgy néz ki, hogy a jelenleg az északi területen, tehát a vasút és a négyes közötti rész lassan ilyen környezetvédelmi beruházásokkal be fog telni. Nem véletlen, hogy ezt a részt ökoparknak neveztük el, és hogyha valaki arra jár, láthatja is a táblát, hogy ökopark, és láthatja az ott elhelyezett kunszobor lábazatánál, az alapkő letételénél szintén fel van tüntetve, hogy ökopark. Emellett a déli terület fejlesztése is tovább megy, további befektetőket szeretnénk oda is hozni, de amit kérdezett, a karcagi téglagyár területét az Ipari Park Kft. Megvásárolta. Ebből, ami iparterületként a régi gyárterület használható, 13,5 hektár, és ami nagyon fontos, hogy vasúti csatlakozás lett kiépítve, illetve fel lett újítva a korábbi a pályaszakasz felújításával párhuzamosan. Tehát itt egy olyan vállalkozás települhet meg, már tárgyalásban vagyunk itt is egy ilyen 10 hektárt igénylő vállalkozással, amely további 4-5 hektár, tehát a rendelkezésre álló iparterület teljes beépítésére vállalkozna. Reméljük, az elkövetkező 1-2 hónap ebben döntést hoz. Ami fontos, hogy ezzel együtt a Wienerberger ZRT a volt bánya területeket, 50 hektár területet szintén eladott nekünk, azt mondta, hogy vagy az egész csomagot visszük egybe, vagy nem tárgyal velünk, ezért megvásároltuk, és itt előzetesen, mivel Natura 2000-es terület az, bányató van rajta, évtizedek óta, mivel a bányászat nem folyik, vizes élőhely alakult ki, nagyon fontos lenne a városnak, hogy egy természetvédett területen egy tanösvényt alakítsunk ki. Erről is jelenleg tárgyalások folynak az önkormányzattal, hogy ezt hogyan tudjuk majd megvalósítani a karcagi diákok és egyáltalán a karcagi emberek kedvére. Ez egy nagyon szép elképzelés, és hasznos is lesz ezt a téglagyár területét. Ezt hogyan vették át? Olyan értelemben kérdezem, hogy mennyire kell azt, vagy kellett azt rendbe tenni. Tehát én nem jártam mostanában arra, hogy teljesen le volt bontva az egész, vagy hogy kell ezt elképzelnünk? Amikor elkezdtük a tárgyalásokat 2011 tavaszán, akkor minden épület állt, idézőjelben állt, mert volt, amelyiknek már a tetejét megbontották oldalát, de olyan állapotban voltak az épületek, hogy azokat már hasznosítani, újrahasznosítani csak úgy lehetett volna, ha elbontjuk és újjáépítjük. Na most jelenleg, mivel olyan jellegű beruházások jönnek, akiknek nem ilyen irányú tevékenysége van, tehát ezen épületek nem használhatók számukra, a Wienerberger elbontotta az összes ott lévő építményt a kémény kivételével. A kémény elbontását is megpróbálták, eredménytelenül, ami annyit eredményezett, és itt az eredmény, hogy a kémény tetején körülbelül 100-150 darab tégla hiányzik, szétnyílt a kémény, tehát életveszélyes.
Itt hívnám fel mindenkinek... Ez még áll az a kémény? A kémény még áll. Uh-huh. Igen. Itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy emiatt, ha 63 méterrel akár csak egy negyed tégla is leesik, az végzetes lehet bárki számára. Tehát addig, amíg a kéményt el nem bontjuk, addig legyenek szívesek ezt a területet elkerülni, amit táblákkal jelöltünk is. Mi a terv, hogy lehet egy ekkora építményt elbontani biztonságosan? Több módszer is van, jelenleg árajánlatot kértünk erről. Azt is elmondom, hogy az Ipari Park Kft. Próbál elsősorban karcagi és karcag környéki vállalkozásokat bevonni, így jelen pillanatban árajánlaton, illetve az egész lebontásának a lehetőségéről a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Dolgozik, gondolkodik és keres partnereket. Mivel az alsó 10 méteres rész betonnal van kiöntve, csak téglával van körberakva kívül-belül, így az én véleményem, hogy feltételezhetően irányított robbantással lehet elbontani. Érdekességként elmondom, hogy többször leállítanak egy nap az utcán, amennyiben erre sor kerül, ez feltételezem olyan látványosság, meghírelik hogy a lakosságot tájékoztatni fogjuk erről. Biztosan sok mindenkit érdekel, hiszen nem lehet Karcagon azért hetente robbantásokat látni, tehát hogy valami épület legalábbis bontást. Építő hát igen. Az Ipari Park a közelmúltban egy díjazásban részesült, erről mondjon nekünk valamit. Én ezt meg is mutatom, nagyon köszönöm szépen. Nem is annyira rég múltban, hanem nagyon a közelmúltban történt. Igen, a két héttel ezelőtt az Ipari Parkok Egyesülete az ő általa meghirdetett versenyképességi díjnak az eredmény hirdetését tartotta meg Budapesten, melyre meghívottak voltunk mi is. Ezt nagy örömmel vettem, hisz erre nem a közel 200 ipari park egyöntetűen meg lett invitálva, hanem pályázni kellett. Vettük a fáradtságot arra, hogy az itt elhangzott dolgokat természetesen részletesebben leírtuk, tájékoztattuk az Ipari Park Egyesületet, a Bírálóbizottság elolvasta, és ez alapján értékelte a beérkező pályaműveket. Egy fődíjat adott ki, ezt a Mátravidéki Hőerőmű Ipari Parkja nyerte. Volt két külön díj, és ezt elő kell vennem feltétlen, hogy megnézzem, felolvassam. A Százhalombattai Ipari Park a minőség iránti elkötelezettségre kapott külön díjat, a Pápai Ipari Park a szociális érzékenység és társadalmi szerepvállalás külön díját kapta, és számunkra nagyon jól eső érzéssel fogadtuk azt, hogy a Karcagi Ipari Park a környezet iránti felelősség külön díját kapta. Gratulálunk hozzá, hogyha jól tudom, akkor ehhez még járt valami, vagy ehhez kapcsolódóan. Igen, a díjazottaknak a Action Coach Magyarország felajánlotta, hogy egy fél éves továbbképzést tart az ipari park dolgozóinak. Ez nem csak a kolléganőmmel, a kettőnk oktatását jelenti, hanem a tulajdonosok részéről is van lehetőség részt venni ezen. Ez azért fontos, mert az olyan modern befektető, kereső és befektető barát fejlesztésre és tevékenységre fog bennünket oktatni, ami hamarosan nálunk is még fontosabb lesz, mint ahogy eddig csináltuk. Gratulálunk, és nagyon hasznos lesz ez a továbbképzés, és remélem, hogy ki tudják majd használni. Az Ipari Park Tanácsa közelmúltban egy kihelyezett ülést, egy értekezletet tartott városunkban. December 3-án tartotta ezt a kihelyezett ülést. Ez nagyon fontos a város szempontjából is, és az egész Ipari Park Egyesület részére, hisz a új vezetés dr. Fekete Roland részéről és vezetésével egy olyan feladatot vállalt magára, hogy rendszeresen
vidékre, ahol jól működő ipari parkok vannak, oda kihelyezett ülést szerveznek. És nem csak az, hogy ők ott megjelennek, hanem jelenleg meghívták a szolnoki ipari parkot, két debreceni ipari parkot, hogy tájékoztassa az ipari park tanácsot a tevékenységéről, és az info csoportnak is lehetőséget adott arra, hogy bemutatkozzon előttük. Ez azért fontos, mert az info csoport tulajdonában van a polgári ipari park, és részben a karcagi ipari park, és Székely Ádám itt nagyon jó kis prezentációt tartott arról, hogy hogyan keressük meg vállalkozó barát módon a leendő befektetőket, hogyan támogatjuk őket már a befektetés előtt, hogy pályázatot keresünk nekik, vállaljuk, hogy pályázatot írunk, ha kell, tervezünk, hogyha kell, kivitelezünk. Tehát az a régi hozzáállás, hogy területet adunk el, az már nem létezik, az nem működhet. Ezért nagyon fontos az, hogy a betelepülni szándékozókat mi mindenféleképpen tevékenységében segítsük, és nem csak, hogy segítjük így, hanem például az elektronikai hulladékhasznosító Kft.-be tulajdonosként az Info Kft. Is belépett, tehát résztulajdont vállal, ezzel is bizonyítva azt a leendő befektetőknek, hogy nem csak egy álomvilág, hanem egy tényleges üzleti, és reméljük, hogy nyereséges üzleti vállalkozás, amiben mi is képesek vagyunk, és hajlandók vagyunk részt venni. Sok sikert kívánunk az elkövetkezendő időszak munkájához, mert úgy hallom, hogy lesz bőven. Mi az, amit a jövő évre kíván? Hát a jövő évre azt kívánom, amit a Hubai Imre, idősebb és ifjabb Hubai Imrével elképzeltünk, és szeretnénk megvalósítani, hogy a karcag környékén megtermelt növényeket és tenyésztett állatokat nem nyersanyagként adnánk tovább, illetve a gazdálkodók adnák tovább, hanem megpróbálunk olyan lehetőséget keresni és teremteni, ami után már hetek óta járunk. Tehát az azt jelenti, hogy például a búzát, a kölest, a tejet, ne adj Isten a húst is, magasabb hozzáadott értéken, tehát feldolgozott formában próbáljuk továbbítani. Ezzel a karcagiak is jól járnak, hisz az itt megtermelt termékükért magasabb értéket tehetnek zsebre feldolgozva. Jó az, hogyha visszaállítjuk Karcag hírnevét, nem csak a gabonánál, ahogy a himnuszban szerepel, hanem az egyéb területen is, olyan formában élünk ezzel a lehetőséggel, hogy amikor Karcag szóba kerül, akkor igenis azt mondják, ja, tudjuk, ott működik ez az üzem, az az üzem és a másik üzem. Részben ezt fedezi az a 9,5 hektáros terület, amit előbb említettem, hogy a Interbusiness Kft. Már bérbe vette az ipari parttól. Kívánom, hogy teljesüljenek az álmai meg a kívánságai a jövő évre vonatkozóan. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Boldog új esztendőt kívánunk, és hogyha bármiféle fejlemény van, akkor visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm szépen a jó kívánságokat én is. Kedves nézőink, most a városunkban történt fontosabb eseményeket összefoglaló karcagi híreink következnek. Kérem, tartsanak velünk! Az a hír járja, miniszter úr, hogy Karcag városa az önhiki támogatásból, amely 256 millió forint igénylés lett volna, semmit nem kapott a város. Ön ezt hogyan látja?
400 millió forint rendkívüli kormányzati támogatást kapott Karcag városa az elmúlt év utolsó napjaiban. Ez lényegesen nagyobb, mint amire bárki számított, és a város működését, fejlődését szolgálja. Ez egy nagyon fontos kormánydöntés, amelyet a legnagyobb mértékig támogatott Varga Mihály miniszter úr és jó magam is. Látom azt, hogy vannak, akik nem olvasnak magyar közlönyt, önkormányzatban dolgoznak olyan jobbikos képviselők, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mi folyik a városban, elkerülte a figyelmüket ez a jelentős összeg. Hát én bízom benne, hogy nagyobb lesz az odafigyelés, és a kisebb dolgok mellett a nagyobbakra is kellő gondot fognak majd fordítani. Óriási eredmény ez, lehetővé teszi azt, hogy Karcag városa jó anyagi kondíciókkal kezdje az új esztendőt, és én ajánlom azt a jobbikosoknak, hogy mielőtt a Kuruc Infóban nagy cikkeket írogatnak, legyenek figyelmesebbek, tájékozódjanak alaposabban. Itt emlegetik azt is, hogy a fideszes parlamenti képviselők, miniszterek érdekérvényesítő képessége az rendelkezésre áll, jó néhány nehéz dolgot meg tudtunk már oldani, ez az összeg a meggyőződésem önmagáért beszél. Azok pedig, akik a fideszes érdekérvényesítő képességet hiányolják, szerintem még életükben nem tudtak egyetlen komoly dolgot sem elintézni. Különböző hírportálokon megjelent, hogy Karcag városa elesett 256 millió forint önhigi támogatástól. Polgármester úrnak mi erről a véleménye? Hát ez egy szerencsétlen hazugság természetesen. Egy olyan hírportálon jelent meg, amit mögött egyértelmű a Jobbik áll. Ez a hír is bizonyítja, hogy teljességgel tájékozatlanok, és úgy nyilatkoznak, és úgy adnak ki különböző híreket, ami teljesen megalapozatlan, hogy nem néznek utána annak, amit mondanak. Az önkormányzat valóban 246,6 millió forintosan kikire pályázatot nyújtott be. A cikkben az jelent meg, hogy 0 forintot kapott az önkormányzat. Ehelyett most már hivatalosan is közölhetem, hogy 400 millió forintot kapott a város, tehát sokkal többet, mint amennyit igényelt. Úgyhogy amit abban a cikkben olvashatunk, az egy teljesen valótlan állítás. Hogyan látja, polgármester úr, milyen most az önkormányzat anyagi helyzete? Hát természetesen továbbra is nagyon-nagyon kemény takarékosságra van szükség, ennek fényében is, hogy ezt a 400 millió forintot kiharcolták azok a miniszterek. A város képviselik az országgyűlésben, dr. Fazekas Sándor, illetve Varga Mihály miniszterurak. Nagyon jól jött ez a támogatás természetesen, okosan fogjuk felhasználni. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm a lehetőséget. Egy a Hargita megyei Csíkszentgyörgyről származó évek óta Magyarországon élő testvérpár, valamint egyikük felesége és gyermeke utazott abban az autóban, amelynek mindaz 5 utasa életét vesztette a Karcag határában történt balesetben. A kocsit feltehetően egy szintén székelyföldi szomszédjuk vezette, ő is meghalt az ütközésben. A 4 felnőtt közül 2 román állampolgárok, a másik 2 áldozat román-magyar kettős állampolgár volt. Pásztorné Kovács Ágnes, a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság sajtó szóvivője korábban azt mondta, hogy a 4-es számú főút 164-es kilométer szelvényében 2 személygépkocsi ütközött, az áldozatok mindegyike a vétlen autóban utazott. A helyszínen 3 férfi és egy nő vesztette életét. Az autóban velük tartózkodó csecsemőt életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopter vitte a debreceni Kenézi kórházba, de az életét nem sikerült megmenteni. Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint a felnőttek 30 és 35 év közöttiek voltak. Január 6-án a reggeli órákban halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a 4-es számú főközlekedési út Karcag külterületi szakaszán. Egy francia személygépkocsi vezetője közlekedett Budapest irányából Debrecen felé, amikor eddig ismeretlen okban áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol félfrontálisan összeütközött egy Opel személygépkocsival. Sajnos a baleset során az Opelban utazó 4 felnőtt személy a helyszínen életét vesztette, egy csecsemő pedig mentőhelikopter szállított kórházba. A rendőrség a baleseti helyszínelés idejére teljesen lezárta az út ezen szakaszát, de a terelést rendőrség irányítás mellett megoldották.
30 napra előzetes letartóztatásba helyezte a szolnoki bíróság azt a moldáv állampolgárságú 24 éves férfit, aki autójával vasárnap reggel a 4-es útkarcagi szakaszán frontálisan ütközött egy vele szemben szabályosan haladó gépkocsival. A vétlen jármű mind az 5 utasa, köztük egy fél éves kisgyermek a baleset következtében életét vesztette. A vétkes sofőr szervezetében sem alkohol, sem kábítószer nyomait nem találták. A megtört fiatalembert vezetőszáron kísérték a rendőrök a bíróságra, ahol elismerte felelősségét. Tettéért 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztést kaphat. Hát nagyon nehéz ilyen szomorú események kapcsán nyilatkozni, de hát a tény az tény, hogy a tisztelt bíróság úgy találta, hogy az előzetes letartóztatás elrendelésének általános és különös feltételei is fennállnak. Általános feltétel az az alapos gyanúnak a megléte, a különös feltétel pedig többek között az alapos gyanú tárgyát képező bűncselekménynek a tárgyi súlya és a kiszabható büntetésnek a nagysága. Ugye azt tudjuk, hogy a gyanúsításban szereplő bűncselekmény büntetésének az időtartam az 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Megbánta a fiatalember, ami történt, amit tett? Hát az látható volt, hogy amiután megviselték ezek az események, és nagyon-nagyon megbánta mindazt, ami az elmúlt időszakban történt, hiszen a tény az tény, hogy sajnos 5 embernek a halála bekövetkezett a baleset kapcsán. Természetesen a felelősségnek a megállapítása az majd még a következő időszaknak a feladata, de ezúton is szeretném a tisztelt televízió nézők felé tolmácsolni Védencemnek azt a kifejezett kívánságát, hogy rendkívüli módon sajnálja a történteket, és mindazoknak, akik az elhunytakkal közeli vagy távolabbi kapcsolatban álltak, őszinte részvétét fejezi ki rajtam keresztül. Téli vendégek a Füles Baglyok Karcag belvárosában, az egyébként a határban élő madarak a tél közelettével november hónapban jelennek meg a park, az udvarok és az utcamenti fák ágain. Az éjjelvadászó baglyok napközben a fákon alszanak, és sokszor 50-90 példányt is megszámolnak belőlük a járókelők. Itt vannak ősztől a kezdő baglyok, és akkor hát éjszaka elmennek persze táplálkozni, és akkor úgy jönnek vissza reggel. Mindig ilyen sokan szoktak lenni? Van, mikor 150 darab van, talán ott a Bölcsere udvara. Bagolyok vannak fent a fán, de nem számoltam meg őket. Úgyhogy nekem nagyon tetszenek. Úgyhogy én hazavinnék egyet, hogyha lehetne. Egy bagolyt? Egy bagolyt. Etetném őket egerekkel. Na van egér otthon sok? Van, tudom. Spájzban, konyhában mindenütt rengeteg egér van. A helybiliek megszokták a vendégsereget, amelynek szúnyogállását az óvodások is mindig megnézik. Takarítani való mindig van utánuk, de egyéb bajjal nem járnak. Most a látvánnyal kapcsolatban hadd beszéljük a baglyokról, Füles baglyokról van szó, és ez ahol megfigyelhetők itt Karcagon ilyen tömegesen, mert 70 darab volt körülbelül most, ennél többen is vannak néha. Szóval ez a városnak majdnem teljesen a közepe, ahol tulajdonképpen a síkságon belül itt azért télen sokkal enyhébb az idő, nem jár annyira a szél, itt fák vannak, és hát ott a fák közel lehet bújni, ezért gyűlnek ide a város közepére, a parkunkban is nagyon sok szokott lenni, meg itt az iskola, meg a bölcsöde között ezeken a nagy fákon. Itt telelnek, novemberben jelennek meg körülbelül, és hát tavasszal szálingóznak ki a maga vadászterületére, és addig itt valószínűleg tartom, hogy éjszaka is vadásznak kinn, ottól eredetiben szoktak meg, tele van a fák a bagolyköpettel, ami azt mutatja, hogy zsákmány is van, hát így húzzák ki a telet. A gyerekeket általában az óvónők mindig elhozzák az oviból, megnézni a baglyokat, és hát az emberek megfigyelik, szóval ránéznek őket, bárha nem bántja őket senki, szépen kiterelnek. Tizennégy kistelepülés polgármesterei számoltak be adósságaikról és jövőbeli terveikről Karcagon dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek. Az 5000 fő alatti települések főként működési célú hiteleket vettek fel. Az adósságrendezésnek köszönhetően munkahelyteremtésre fordítanák a felszabadult keretet.
Elindítottuk az adósságrendezési eljárást, és az eljárás keretein belül sikerült stabilizálni a város helyzetét, biztosítani a feladatellátást, a kötelező feladatellátásokat, fogalmazott Kovács Mihály Abátszalók polgármestere. A település egy éve áll adósságrendezési eljárás alatt, így a település nem vesz részt a konszolidációban, de az eljárás lezárása után ők is igényelhetnek támogatást. Kendereshez hasonlóan a karcagi térségben több település is működésre vett fel korábban hitelt. A tartozás átvállalása után a jövőben a polgármesterek szerint megindulhat a munkahelyteremtés is. A 14-5000 fő alatti önkormányzatnak 1,5 milliárd forint adóssága van, ennek a felét vállalja át most az állam. Amikor az adósságrendezés megtörténik, a település válláról az állam átveszi azt a terhet. Ez a költségvetésen keresztül lehetséges, közölte dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Hozzátéve bízom benne, hogy tudjuk csökkenteni, hiszen amikor megállapodásokra kerül sor, ez az állam számára is mindig mozgásteret jelent. Jász-Nagykun-Szolnok megyében vannak olyan települések, amelyeknek adósságát már rendezte az állam. Nyugodtan mondhatom történelmi döntésnek, mert a Tiszató újjászületéséről van lényegében szó. Még tavaly nyáron mondta ezt Varga Mihály az Abátszalóki strandon. 6,7 milliárd forint a program egésze, ennyi fog a következő 3 esztendőben a térség megújítására fordítódni. A tározó és csatlakozó vízügyi rendszerek kiemelt fontossággal bírnak az egyre gyakoribb vízhiányos időszakokban. Ezért az érintett települések mezőgazdaságának, sőt turizmusának alapvető érdeke a tókarbantartása. Innentől kezdve rendkívül fontos valamennyi településnek, tehát létkérdés, hogy ez a beruházás megvalósulhasson, elindulhasson, és végre egyébként abba a fényébe tündökölhessen ez a ma már egyedülálló, Európában is egyedülálló élővilág. A Tiszató ma már az Alföld egyik legjelentősebb turista központja lett, éppen ezért nagyon fontos az idegenforgalmi és az ökológiai értékek biztosítása. Ez a projekt a turizmus szempontjából kulcsfontosságú, és hozzá fog járulni ahhoz, hogy a tó idegenforgalmi fejlődése hosszú távon fenntartható legyen. A tó ökológiai egyensúlyának fenntartása érdekében elengedhetetlen a tározó medrének és a csatlakozó vízi létesítményeknek a felújítása. Az elmúlt kormányzati ciklusban elmulasztott vízgazdálkodási programokat az Orbán kabinet stratégiailag kiemelt feladatként kezeli. A kormány vízgazdálkodási és öntözésfejlesztési elképzeléseibe illik a komplex Tiszató beruházás. A beruházás keretein belül az immár 35 éve működő Tiszató rekonstrukciója, a részbeni rekonstrukciója és a természetvédelmi elvárásoknak megfelelő átalakítása történik. A komplex Tiszató projekt az Alföld egyharmadának vízgazdálkodási problémáit is megoldja. Kedves nézőink, az év utolsó napjaiban a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT 250 ezer forintot adományozott a Déréné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárnak. Az adomány átadáson készített felvételeinket láthatják a most következő Háttér című magazinműsorunkban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy a térség egyik meghatározó víziközmű szolgáltatója 2012. július 15-ére a hatásterületén meghétszerezte azt a fogyasztói egyenértéket, amely az elmúlt években történt munkának a gyümölcse. Erről tartunk sajtótájékoztatót, és engedjék meg, hogy külön tisztelettel és szeretettel köszöntsem Kovács Sándor
elnök urat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés képviseletében. Köszöntöm házigazdánkat, Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét, köszöntöm Kovácsné Kerekes Katalint, annak az intézménynek a vezetőjét, amely az adományt majd átveszi, és köszönjük Hajdú Gábor vezérigazgató úrnak, hogy jelenlétével megtisztelte az eseményünket, és azt a 250 ezer forint értékű felajánlást, amelyet a végén majd az intézménynek átad. Az elmúlt hónapokban egyféle a keleti ország részen országjárás történt, hiszen vezérigazgató úr és a TRV ZRT-nek a csapata bemutatta azokat az elképzeléseket és fejlesztési gondolatokat, amely az elkövetkezendő időszakban meghatározóvá válik a térségben is. Hogy mi is volt ennek kapcsán, arra kérem vezérigazgatórat, hogy röviden vezesse fel a gondolatokat. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, külön köszöntöm elnök úrat, polgármester urat, igazgatóasszony. Nagy szeretettel és nagy kedvel jöttem ide Karcag városába, mert egy évvel ezelőtt, amikor kezdődtek azok az integrációs törekvések, ami a új víziközmű törvény alapján keletkezett, ebben a városban nagy szeretettel és tisztelettel fogadta. Elfogadták azt az ajánlatot, amit a Tiszamenti Regionális Vízművek, mint 100% állami tulajdonú cég tett a városnak. Tudjuk, hogy az új víziközmű törvény olyan felelősséget és olyan feladatot adott a Tiszamenti Regionális Vízműveknek, ami magába foglalja az állami vagyonvédelmét, a vízi közművek olyan fejlesztését és olyan biztonságos ivóvízellátás megteremtését, mely csak akkor képzelhető el, ha gazdaságilag olyan szolgáltató cég jön létre a térségbe, ami mind nagyságrendileg, mind szakember ellátottságával, mind pedig gazdasági erejével tudja biztosítani a kitűzött célokat. 2012. júliusában aláírtuk Karcag városával azt a megállapodást, amit remélem mindkét fél nagy örömmel és olyan műszaki tartalommal tud megtölteni, ami legutoljára a fogyasztókat pozitívan fogja tudni érinteni. Nagy szeretettel jöttem ebbe a városba, mert eddig is azt láttam, hogy felelősségteljesen olyan gazdálkodást folytattak, ami a magyar állam, a magyar vagyon védelmét, ezen belül a vízbázis védelmét irányozta elő. Azt szeretném a mai napon megerősíteni, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek 2013. január 1 után úgy fog a településen víziközművet üzemeltetni, hogy mind a lakosnak, mind az önkormányzatnak, mind pedig a szolgáltató cégnek megfelelő legyen és elfogadható legyen. Reméljük, olyan műszaki megoldásokat, olyan fejlesztéseket tudunk a közeljövőben Karcag városába is megvalósítani, ami egyértelműen biztosítja a műszaki fejlődést. A térségben több mint 17 olyan keopos pályázat gazdája vagyunk, ami biztosítja az arzén, vas, mangán, ammónium mentesítést az ivóvíz területén. További 10 pályázatban vagyunk jelen, ott, ahol a szennyvíz elvezetést és szennyvíz csatornázást tűzte ki célul. Ezeknek a pályázatoknak nem csak a szakmai felügyeletét végzük, hanem azoknak az önkormányzatoknak, akik nem olyan tőkeerősek, hogy biztosítani tudnák ezeknek a pályázatoknak az önerejét, ezeken a területen a Tiszamenti Regionális Vízművek átvállalja azokat az önerő részeket, ami a pályázat megvalósításához szükséges. Reméljük, itt is fog olyan pályázat a közeljövőben indulni, ahol nem csak szakmai, hanem anyagi segítséget is tudunk majd nyújtani. A Tiszamenti Regionális Vízművek fontosnak tartja, hogy a legkisebbek nevelésétől
egészen a fogyasztók, idézőjelben mondom, neveléséig, környezettudatos felhasználásáig ott legyen és segítse ezeket a folyamatokat. Ezért úgy gondoltuk, hogy a Tiszamentő Regionális Vízművek 250 ezer forinttal szeretne hozzájárulni egy olyan mosdóhelyiség, fürdőhelyiség kialakításához, átalakításához, ami magába hordozza mind a vízbázis védelmét, mind pedig energiatakarékossági megfontolásokkal kevesebb energiát használ. Szeretnénk olyan műszaki megoldásokkal megvalósítani a fürdők és egyéb közösségi helyiségek felújítását, ami szenzoros érzékelőkkel arra buzdít, hogy minél kevesebb ivóvizet használjunk, akár a fürdéshez, akár a kézmosáshoz, ezen belül a tisztálkodáshoz, vagy éppen a WC-öblítéshez. Szeretnénk azt is elérni, hogy minél kevesebb fosszilis energia kialakításához alkalmas berendezéseket működtessen az ország, ezért energiatakarékos izzókat szeretnénk elhelyezni, valamint olyan mozgásérzékelős villanykapcsolókat, ami egyértelműen a takarékosság felé int. Nem szeretném azt azonban itt ünneprontásként elmondani, de el kell mondanom mindenképpen, hogy jelenleg rengeteg teendőt látok a víziközművek fejlesztésében, illetve azokban a pályázatokban, ami Karcag és Karcag környezetében levő pályázatokat illeti. Ezekben ígéretet teszem arra, hogy a jövő évben ezeket a pályázatokat szakmailag felügyelni fogjuk, és megadunk minden szükséges segítséget, hogy ezek a pályázatok sikeresen be is fejeződjenek. Mindezek után szeretném átadni polgármester úrnak szimbolikusan azt a 250 ezer forintos csekket, amit remélem, hogy a legjobban fel tudnak használni a közeljövőben. Nagyon szépen köszönöm. Polgármester úr. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen vezérigazgatónak a gondolatait, és engedjék meg, hogy polgármester úrnak átadjam a szót. Tisztelt vezérigazgató úr, elnök úr, képviselőasszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a rövid kapcsolat ellenére már is egy komoly segítséget kaptunk a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-től. Őszintén meg kell mondani, hogy a vízi közművagyonnak az átadása nagyon felelősségteljes előkészítő munkát igényelt, és az elhangzottak alapján döntöttünk úgy, hogy a TRV ZRT-hez csatlakozunk. Ebben a ZRT-ben látjuk azt a gazdasági stabilitást, azt a szakmai hátteret, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy valóban egy nagyon-nagyon fontos, mondhatnám stratégiailag kiemelkedően fontos dologra a víz felhasználása Karcagon, és nem csak Karcagon, hanem az egész országban nagyon oda tudjunk figyelni, és gondos kezekbe kerüljön ez. Hallottuk vezérigazgató úrtól, hogy nagy odafigyeléssel fognak a területeken lévő településekkel foglalkozni. Én biztos vagyok abban, hogy nagyon jó partnerre találtunk egymásban. Biztosítva lesz továbbra is az a szolgáltatás, amit már eddig is megszoktak a karcagi lakosok, sőt, ahogy elhangzott, reményeim szerint ez tovább fog fejlődni. Mindenképpen köszönet vezérigazgató úrnak és munkatársainak, hogy a nagyon kemény és hosszú tárgyalás sorozatok után olyan megállapodást tudtunk kötni, ami minden a két fél számára kedvező. Kedvező a ZRT számára, kedvező Karcag polgárai számára is. Én magam is nagyon fontosnak tartom a környezettudatos életet, a környezettudatos szemlélet kialakítását.
pedagógusként meggyőződésem, hogy a lehető legfiatalabb kortól kezdődően kell ezt elindítani. Egészen óvodás kortól már ki lehet alakítani olyan éles stílust, ami a későbbiek folyamán a felnőtt korig elkíséri a gyermeket, aztán a fiatal felnőttet és a felnőttet egyaránt. Ez sok mindenféle formában megmutatkozott már Karcagon, kezdődően a szelektív hulladékgyűjtéstől, a különböző akciókig, a legutolsó nagy megmozdulásunk nem olyan régen volt, ahol Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úrral egyetemben nyithattuk meg a TESZET akcióprogramot, de hasonlóképpen kell óvnunk és védenünk, a még egyszer mondom, stratégiailag nagyon-nagyon fontos vízkészletünket is. Magyarországnak ez egy hihetetlenül nagy kincse, és ezzel okosan, takarékosan kell bánni. Minden olyan fejlesztés, amely ennek a vagyonnak a megőrzését, gondos felhasználását segíti, az az ország, a térség, a települések javát szolgálja. Ehhez kaptunk most segítséget, nagyon szépen köszönjük ezt a segítséget, okosan fogjuk felhasználni. Természetesen a felhasználásnak a végén szeretnénk, hogyha újra vendégül láthatnánk a tisztelt jelenlévőket a sajtó képviselővel, egyetemben, és bemutathatnánk azt, hogy mire költöttük ezt a bizonyos felajánlott összeget. Célunk az, hogy egy olyan intézménynek a vízfelhasználását, egyáltalán energiafelhasználását segítsük elő, ahol kimutathatóan a városban a legtöbben fordulnak meg naponta, ez a városi sportcsarnok. Körülbelül 350-400 fő szokta látogatni naponta. Itt tehát iszonyatosan nagy az energiafelhasználás, legyen az hőenergia, villamosenergia és természetesen a vízfogyasztás is. Ha ezt takarékos módon tudjuk működtetni, az mindenkinek a javát szolgálja. Még egyszer köszönöm vezérigazgató úrnak a felajánlást, köszönöm a megtisztelő figyelmet. Végezetül engedjék meg, hogy átadjam a szót Kovács Sándor elnök úrnak, aki nyilván karcagi képviselőként, Szolnok megye elnökként is figyelemmel kísérte azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen 2013. január 1-től a megyében 47 település vízi közműszolgáltatója lesz a TLV ZRT. Elnök úr. Köszönöm én szépen a szót, vezérigazgató, polgármester úr, igazgatóasszony, tisztelt sajtómunkatársak. Én igyekszem rövid lenni, hiszen ez az alkalom egy önkormányzattal szorosan együttműködő szervezet és az önkormányzat között egy nagyon szép gesztusról szól, és igazából ennek mindannyian örülhetünk. Én nagyon jónak tartottam a karcagi önkormányzat lépését, amikor csatlakozott a Tiszamenti regionális vízműhöz, hiszen ez a kor legnagyobb kihívása, a mai idők legnagyobb kihívása, hogy egy településnek nagyon nehéz, megfelelő színvonalú, megfelelő műszaki tartalmú ivóvíz és szennyvízszolgáltatást működtetnie, hiszen minden egyre drágább, minden egyre bonyolultabb, és ezt a Tiszamenti regionális vízmű professzionális szinten szervezi, professzionális szinten tudja. Nem véletlen, hogy a megyében, és nem csak Jászlókun-Szolnok megyében, hanem Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok település csatlakozott ehhez a társuláshoz. Mert összefogtak az önkormányzatok, összefogott az állam, hogy jól tudják, biztonságosan tudják működtetni a vízműrendszert. Én jó döntésnek tartottam azt, amikor Karcag is csatlakozott ehhez az összefogáshoz, és hát itt a példája, hogy hogy gondolkodik a Tiszamenti regionális vízmű vezetősége az önkormányzatokkal való összefogásról. Hiszen a vízmű vezetése, mint állami cég, magának érzi azokat az önkormányzatokat, amelyek az ő együttműködésével, az ő összefogásával dolgozna, figyel rájuk, figyel az intézményeire, figyel az ott lakókra, és nem úgy, mint egy akár külföldi tulajdonú cég, aki csak a profitot, a profit kitermelését, hanem az emberek jólétét, boldogulását, akár az energiatakarékosság szempontjából, a vízfelhasználás szempontjából is fontos lépéseket megtesz. Tehát én azt látom, hogy ez az együttműködés és ez a gesztus mindenképpen igazolja azt, hogy jól léptünk,
és a jövőben egyre több ilyen helyzet lesz, amikor igazolást nyerhetünk arról, hogy a döntés megfontolt, és a döntés jó volt. Én örülök annak, hogy ilyen alkalommal találkoztunk, és én ahogy ismerem az önkormányzatok vezetőit, ismerem vezérigazgató urat, ez az együttműködés még szorosabb lesz, és még hasznosabb lesz mind a településeknek, mind a településeken élő embereknek. Köszönöm. Vezérigazgató úr, engedjék meg, hogy átadjam a szót annak az intézménynek a megbízott vezetőjének, aki ugyan az asztal végén ül, de én azt gondolom, hogy most azokkal a gondolatokkal hozzá fog járulni a mai sajtótájékoztató méltó befejezéséhez, ami így a felhasználást is eredményezi. Igazgató úr, engedjék a szót. Köszönöm szépen, tisztelt vezérigazgató úr, polgármester úr, elnök úr. A Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében megköszönöm azt, hogy a választás a mi intézményünkre esett, hiszen tudjuk, hogy ebben a bennünket körbevevő nehéz gazdasági helyzetben fejlesztésre szűkös források vannak, és hogy a mi intézményünkre esett a választás, ez külön öröm számunkra. És egyetértek polgármester úrral abban, hogy a szemléletformálást, a víztakarékos szemlélet kialakítását már kisgyermekkorban, fiatal korban el kell kezdeni, hiszen ha az intézményekben ilyen eszközökkel találkoznak a gyerekek, a felhasználók, akkor valószínűsíthető az, hogy majd a saját családjukban is hasonló eszközök alkalmazásával ők is tudatosan vigyáznak kincseinkre, természeti kincseinkre, például a vízre, energiára. Köszönöm, hogy ránk esett a választás, és bízom abban, hogy a fejlesztés megvalósulása után ismét találkozhatunk, és személyesen lehetünk tanulni, hogy milyen szép beruházás valósul meg összefogásban. Köszönöm szépen. A városi önkormányzat még a nyár folyamán döntött arról, hogy a törvényi előírásoknak megfelelve a városi víziközmű szolgáltatás biztosítása érdekében bérleti üzemeltetési szerződést köt a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-vel. Hajdú Gábor, a TRV vezérigazgatója, a megye és a város vezetői jelenlétében sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy a TRV az integráció eredményeként 2013. január 1-től várhatóan 47 településen, köztük Karcagon végez majd ivóvíz és szennyvíz szolgáltatást. Ez közel 190 ezer lakos ivóvízellátását és az adott települések szennyvízelvezetését jelenti. Örülök, hogy bemutatkozhatok Karcag városának, és remélem, hogy mint a 100% állami tulajdonú Tiszamenti Regionális Vízművek vezetője, többször is tehetem majd itt tisztelmet. Nem azért, mert sok probléma van, hanem azért, mert olyan munkát végzünk, és olyan fejlesztésekbe kezdünk, ami egyértelműen azt támasztja alá, hogy folytatjuk azt a vállalaton belül már bevett szokást, hogy felmérve a műszaki lehetőségeket, illetve az adott műszaki helyzetet. Megpróbáljuk átalakítani úgy gazdálkodásunkat, hogy az költséghatékonyan valósuljon meg. Felmértük nem csak a megyében a 47 települést, hanem országosan 197 települést vettünk át. Sajnos el kell mondani, hogy ezek a víziközművek, tisztelt a kivételnek, 40-60 éves víziközművek. Mindenképpen olyan fejlesztés szükséges az állapotuk javításához, ami biztosítja az egészséges ivóvizet minden állampolgárnak. Azon vagyunk, hogy felértékeljük a víziközművenket, felértékeljük, vagyonértékelést végezzünk, ezáltal meghatározva azokat a költségeket, amit a jövőben el tudunk indítani, és el tudunk érni ezen a részen. Azért kell vagyonértékelnünk, és azért kell felértékelni a vagyont, mert jelen pillanatban az amortizációs költség meghatározásának egyetlen alapja ez a vagyonértékelés. Az amortizációs költség határozza meg, hogy milyen összeget tudunk az adott területen a víziközművekre fordítani. Ez az amortizációs költség az új víziközműtörvény rendeletei alapján meg kell, hogy térüljön az ivóvízdíjban. Azt gondolom, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek ígérheti,
hogy 2014 végéig nem fog a területen ivóvízdi emelést végrehajtani. Mindezért, mert olyan műszaki állapotok vannak, ami magába foglalja az amortizációs költségek visszapótlási lehetőségeit. Ez azt jelenti, hogy bár elég öregek a víziközművek, olyan állapotok vannak jelen pillanatban Karcag városában, ami biztosítja az egészséges ivóvízellátást. Természetesen a vízveszteség a területen jelentős. Ez a vízveszteség annak köszönhető, hogy ezek a közművezetékek nagyon sok hibával tudnak jelen pillanatban működni. Azon leszünk a közeljövőbe, hogy ezeket a vízi közművezetékeket olyan szinten tudjuk karba tartani, illetve olyan fejlesztéseket tudjunk végrehajtani vízi közműveken, ami nagyobb értéket, vagyongyarapodást jelent az állami vagyonba, illetve az önkormányzati vagyonba egyaránt. Az ivóvízellátás és az ivóvízkincs ma már stratégiai ágazat, a TRV ZRT-vel kötött szerződés hosszú távú stratégiai megállapodásnak is tekinthető. A kérdést a megyei önkormányzat is kiemelt feladatként kezeli, hallottuk Kovács Sándortól, a megyei közgyűlés elnökétől. A világ most már úgy kezeli a vizet, az ivóvizet, mint stratégiai kincset, és hát ez a mai sajtótájékoztató, ez az adomány átadása a jelen pillanatról és a közeljövőről szólt, de igazából ez egy stratégiai megállapodás, hiszen egy államnak, egy országnak biztosítani kell az állampolgárainak mind a tiszta ivóvízhez való hozzájutást és a vízbázisok védelmét. Ez egy ilyen koncepcióba illik bele, hiszen a magyar állam kezet nyújtott a települési önkormányzatoknak, mind az ivóvíz tisztítás, mind az ivóvíz, minden emberhez a tiszta ivóvíz hozzájutása szempontjából. Ez egy összefogás, nagyon hasznos, ez a megyé kezdeményezője volt ezeknek az összefogásoknak, hiszen azt látjuk, hogy most már nem olyan a magyar vízkészlet, hogy az ember a kútból iszik, vagy természetes forrásokból, hiszen természetesen az ivóvizet meg kell tisztítani, a szennyvizet kezelni kell, és ez iszonyatos költségbe kerül. És az önkormányzatok csak összefogással, csak pályázattal, az önerő biztosításával tudják ezt a technikai fejlesztést megoldani. Ebben a megye segít, a megye tervezési stratégiájában ez benne van, az ivóvízkezelés, a szennyvíztisztítás, és mindenképpen csak úgy tudunk ezeknek a kihívásoknak megfelelni, mint Magyarország minden lakossa, mint az önkormányzatok, hogyha összefogunk. Egy önkormányzat a mai kihívásokra már nem tud egyedül megfelelni, hiszen el vannak öregedve a szennyvíz tisztító berendezések, a csővezetékek, és ezek milliárdos összegek. Ezeket csak úgy lehet felújítani, úgy lehet igazából korszerű szinten karbantartani, úgy lehet biztosítani, akár itt Karcagon is mutatja az arzénmentes ivóvizet, az egészséges ivóvizet, hogyha ebben milliárdos beruházásokat teszünk bele, és ez csak összefogással lehet. A vízszolgáltatással kapcsolatos munkák mindig jelentős feladatok elé állították a várost. Mi lesz vajon az önkormányzat szerepe az új felállású vízszolgáltatásban? Tettük fel a kérdést Dobos László polgármesternek. Ahogy a karcagi lakosok már tudják, hiszen erről már többször beszéltünk, a víziközmű vagyonunkkal becsatlakoztunk ehhez a ZRT-hez. Törvényi kötelezettség az, hogy a víziközmű vagyont valamilyen olyan cégbe kell átvinni, ahol megfelelő lakosság egyenértékkel bír az a bizonyos cég. Ez olyan komoly lakosság számot követett meg, hogy ezt Karcag maga nem tudta produkálni, így mindenképpen egy olyan ZRT-hez kellett is illő volt csatlakozni, amely a legjobb feltételeket biztosítja. Nagyon sokat gondolkoztunk, nagyon sokat vitatkoztunk, nagyon átvilágítottuk a céget, nagyon megnéztük, hogy hova tesszük ezt a bizonyos vagyont, és végül is a több lehetőség közül a TRV ZRT-re esett a választás. Ahogy a példa bizonyítja, már nem csak a megállapodás bizonyos részeiben, ahol nagyon nagy számú dolgozót vesznek át a korábbi nagykonvíz és csatorna művektől, biztosítva azt is, hogy éveken keresztül a munkájukat ott végezhetik, de garanciát kaptunk arra is, hogy megfelelő színvonalon, sőt, miután nagy valószínűséggel előbb-utóbb Karcag lesz egy térségi központ a ivóvízellátásban, illetve a szennyvízelvezetésben,
mindkettőnek a színvonalát műszakilag mindenképpen lehet majd emelni, és tudják is emelni. Tehát én úgy gondolom, hogy az adott helyzetben a lehető legjobb döntést hozta meg a képviselőtestület. A lehető legjobb döntés az, hogy egy szakmailag kiforrott, gazdaságilag stabil céghez csatlakozunk, amelynek minden adottsága, gondolok itt a laboratóriumtól kezdődően a eszközállományig rendelkezésre áll, hogy a karcagi lakosok gyakorlatilag szinte semmit ne vegyenek észre az átállásból. Ha itt lesz a központ, ami szinte 100%-osan biztos, akkor a helyzet ugyanaz, ha bármilyen hiba történik, akkor nem más vidékről kell, hogy ide érkezzen mondjuk egy szerelőbrigád, hanem ugyanúgy, mint eddig, ahogy nagyon szépen megtapasztalhattuk, baj esetén rögtön ki tudtak szállni a hibaelhárítók, ez ezután is így fog történni. Bízunk ebben, és bízunk abban, hogy hasonló további támogatásokat kapunk, mint ahogy a mai napon történt ez a vezérigazgató úr részéről. Nagyon úgy tűnik, hogy olyan gyümölcsöző kapcsolat kezd kialakulni, ami a Karcagváros lakosságának az érdekeit szolgálja. A sajtótájékoztató végeztével a vezérigazgató átnyújtotta azt a 250 ezer forintos adományt, amelyet a Délini Kulturális Központ a környezet takarékos megoldások népszerűsítésére használ fel. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, hogy továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat műsorainkkal kapcsolatban, illetve várjuk hívásaikat, hogyha bármiféle fontosat, rendkívülit, szokatlant, érdekeset látnak az utcákon, azonnal szóljanak nekünk. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek!